Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, én Huvian vagyok, ő pedig itt Mitsuki. Sziasztok! Ez a vlog videó nem az a videó, amit eredetileg mondtam, hogy lesz, ugyanis időközben közbejött a Facebook oldalnak a létrehozása, és ez a videó nem a ebben a videóban nem a történetünket fogjuk elmagyarázni, ugye, hogy mi a szerepünk a Metin 2-ben, hanem egy hát egy kicsit másabb téma. Igen, másabb témájú videó lesz. Ez a videó arról fog szólni, hogy szeretnénk, ugye létrehoztuk a Facebook oldalunkat, és biztos ti is láthattátok, hogy a YouTube-on a csatornánknak a profilképe és a borítóképe, ugye a profilképe nincs, a borítóképe pedig egy ugye szabadon felhasználható kép, tehát nem mi készítettük. És szeretnénk egy ilyen hát képkészítő versenyt csinálni. Nem tudjuk egyelőre, hogy hányan fogtok részt venni benne, vagy hogy van-e rá igény, vagy ilyesmi. Jó lenne, ugyanis ugye szeretnénk képeket rá, mert így elég üres a csatornának a kezdő oldala. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy akkor a YouTube-ra lehetne egy borítóképet és egy profilképet, a Facebook-ra pedig csak profilképet szeretnénk tőletek kérni. Ugye a lényege az lenne, hogy ti elkészítitek ezeket a képeket, bekülditek nekünk, és akkor a továbbiakban nem sokára mondani fogjuk a feltételeket és a jutalmakat. És akkor végül is ennyi lenne. Na most akkor én kezdem a YouTube-bal. Szóval a YouTube profilképre szeretnénk, hogyha lenne egy H betű, mivel ugye a csatorna neve Huvian, ezért ez a H betű lehetőleg álló helyzetben legyen, ne túl csicsás, de elegáns, tehát ne túl egyszerű, ne csak egy sima H betű legyen, viszont ne is legyen mindenféle kacskaringós, meg egyebek. Most a paramétereket nem mondom el, mindent, amit ebben a videóban elmondunk, le lesz írva egyébként, mármint a fontosabb dolgok, le lesz írva külön a leírásba. Igen, tehát részletek azok le lesznek írva. Szóval végül is a profilnál ennyi, hogy H betű álló helyzet, és ne legyen túl csicsás. A borítóhoz pedig most két dolog lehetséges. Vagy az lesz a borítónál, hogy csak és kizárólag a GFS Metinről egy kép, de bármilyen témában úgymond, a Metinen belül persze, tehát nem feltétlenül egy rólunk szóljon, vagy ilyesmi, csak legyen köze a Metinhez, vagy a Metin és a Hearon. Tehát olyat ne, hogy csak a Hearon, mivel ugye eredetileg ez a csatorna a Metinről szól, az eredeti Metinről. Ennyi a kritérium összvisz, paramétereket itt is majd a leírásban megtalálhatjátok. Ugye Facebookra nekünk csak egy profilképre lenne szükségünk, mivel a borítóképnek majd meglepetésnek látjátok, hogy mi fogunk kipakolni. A profilkép az hasonló lesz, mint a YouTube-nak, csak egy H és egy M betű szerepeljen rajta, ugyanúgy álló helyzetben legyen, ne legyen csicsos, mert azt annyira nem is igazán csípjük. Ennyi a lényege az egésznek. A képeket e-mailben küldhetitek el, majd a Facebook oldalunkra kiírjuk, hogy menjünk e-mail címre. Annyi a lényeg, hogy egy tárgyba írjátok bele azt, hogy profil, aláhúzásjel, borítókép, verseny, annyi, hogy minden ékezet nélkül legyen, de ezt mi is odaírjuk majd lent, aztán csak meg kell másolni. És az a lényeg, hogy akkor tudunk, mert tehát itt a nyereményjátéknak nyilván jutalma is lesz, a jutalmat csak akkor tudunk sorsolni, hogyha minden kategóriában legalább 3-3-3 nevezés lesz. Igen. Még annyit elmondok, hogy ugye már említettem, de az e-mailt, ugye mint részlet, azt ugyanúgy a videónak a leírásában is megtalálhatjátok, majd nem csak a Facebook oldalon, de persze ott is, tehát ott is közölni fogjuk az egészet a videóval megosztva. És akkor folytatom is a jutalmakkal. Na most ugye nem vagyunk azért dúsgazdagok, reméljük, hogy azért felkeltjük az érdeklődéseteket, hogy persze ne ingyen dolgozzatok. Hogy úgy lesz, tehát egy kicsit fura jutalom úgymond, annyi a lényeg, hogy amikor valaki nyer, ugye ezt szavazással fog történni ez az egész, majd azt is külön rátérni nem sokára. Annyi lesz a lényeg, hogy teljesen mindegy, hogy valaki hearonozik vagy metinkettőzik, nevezhet ugye a versenyre, és hogyha az ő képe nyer, akkor választhat, hogy hol kéri az ajándékot, egészen pontosan pénzt, hogy a sima metinre kéri, vagy a hearonra. Ugyebár, ha valaki, mondjuk egy ember csinál mind a háromhoz képet, beküldi, és esetleg mind a háromnál ő nyer, vagy csak kettőnél, vagy teljesen mindegy, tehát valamilyen ilyen kombinációban, igen, tehát vagy egy helyen, vagy két helyen, vagy mind a három helyen nyer, akkor mindegyik nyereményt külön megválaszthatja, akár mind a hármat is kérheti a metére, tehát egy ember többször is nyerhet, ez a fontos végül is. De fontos, hogyha mind a kettő játékban fönt van, csak az egyikre. Igen, csak az egyikre. Tehát, vagyis hát igen, én értem, hogy mit szok, mire gondolsz, szóval az a lényeg, hogy
kérheti úgy, hogy mondjuk ha mind a három képpel egy ember nyer, akkor kérheti úgy, hogy mondjuk kétszer kéri a sima metire és egyszer a Heoronra. Nem? Végülis ez a... Ja, persze, tehát hogy a jutalmat, ha mind a kettőn fent van, és egy kategórián belül csak egy játékban. Tehát hogy nincs, hogy a metiren is meg a Heoronra. Igen, tehát nem osztjuk ketté mondjuk a pénzt, meg ilyesmi, tehát csak az egyiket választhatja egy kategórián belül. Ha több kategóriában is nyer, akkor persze több jutalmat is választhat. Na de mi is lenne a jutalom? Ha a sima metin 2-re kéri az illető, akkor 30 millió jangot tudunk felajánlani, a Heoronon pedig 50 millió jangot. Nem tudom, hogy kinek kevés, sok egyebek, ezt ti döntsétek el, hogy megéri, mi nagyon szeretnénk, ennyit tudunk felajánlani. Szerintünk ez is több a semminél, úgyhogy ennyi. És akkor átadom a szót. Igen, és akkor itt még a határidőkről kellene beszélni, na most... Feltesszük ezt a videót, és amint látjátok, onnantól kezdve a beküldési határidő az július 31-e lesz, az egy vasárnapi nap, és éjfélig nyugodtan küldhetitek a megadott e-mail címre. Továbbá a szavazási határidő, na most ugye 31-ig beküldétek, utána elsőjén, amint tudjuk, felrakjuk a Facebookra a képeket, ugye a kis oldalunkra, onnantól kezdve 3-án 6 óráig szavazhattok. Kihirdetjük az eredményt majd ugyanezen a napon 3-án 6 órakor. Bocsánat, 9 órakor, mert 6-ig szavaztok. Akkor 9-kor kihirdetjük az eredményt. Na most valaki nyert, az átvételi határidő az augusztus 7 6 óra. Tehát augusztus 7-ig jelentkezését kell venni az eredményt, különben utána már nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát nem tartogatjuk, mert nekünk is szükségünk van arra a pénzre, mert augusztus 7-ig vehetitek át. Igen. Még két fontos dolog, az egyiket már Mitsuki elmondta egyébként, hogy ugye minimum 3 nevezés kell ahhoz, 3 kép beküldése egy kategórián belül, ez nagyon fontos. Ugyanis, hogyha valamelyik kategóriára csak 2 kép érkezik be mondjuk, akkor azt semmisnek vesszük, tehát akkor sajnos azt a 2 képet elrakjuk, tehát nem töröljük ki, vagy ilyesmi, viszont felhasználni nem használjuk fel, akkor senki nem nyer azon a kategórián belül, ez nagyon fontos, tehát minimum 3. És még ami fontos, hogy, és ezt le is fogjuk írni a leírásba is, hogy tudjátok, ez a tipikus mondat, hogy a változás jogát fenntartjuk, tehát bármi közbe jöhet, úgyhogy ezek az időpontok inkább, hogy mondják ezt ilyen irányadóak, tehát hogy ezek változhatnak az időpontok, esetleg kitoljuk, rövidíteni nem fogjuk, az biztos, tehát mindenképp legalább idáig lesznek a határidők. Természetesen, hogyha valami miatt tolnunk el mondjuk a nevezési határidőt, tehát a beküldést, akkor természetesen az eredményhirdetés, a szavazás, minden tolódik ezzel tovább, de ezt a Facebook oldalon most már ugye, most hogy van, így már akkor tudjuk veletek közölni, tehát mindent folyamatosan tájékoztatni fogunk titeket. Reméljük, hogy erre nem kerül sor, tehát nem véletlenül találtuk ki ezeket az időpontokat, ezek lennének az úgymond a tökéletes időpontok, és akkor próbáljuk magunkat ehhez tartani, de előfordulhat, hogyha szükség van rá, akkor változtatunk ezen. Jó. Akkor lényegében ennyi lett volna, most már, hogy elkészült a Facebook oldal, most már tudtok oda üzenetet küldeni, úgyhogy ha bármi kérdésetek van ezzel, vagy bármi mással kapcsolatban, ott el tudtok minket érni. Külön szeretném mondani és megkérni mindenkit, ez most már máshoz tartozik, hogy ne személyesen ránk írjatok, tehát nem minket keressetek meg a Facebookon, nem minket jelöljetek be és írjatok ránk, hanem a Facebook oldalra, mert ahhoz férünk hozzá mind a ketten, ugye a játék való élet egy kicsit azért ugye eltolódik egymástól, tehát maradjunk az oldalnál inkább, ha kérhetjük, és ennyi. Szóval akkor várjuk a kérdéseket, hogyha vannak esetleg ezzel kapcsolatban, továbbá még azt akartam még elmondani, igen, kicsit megint belekavarodtam, hogyha bármilyen játékkal kapcsolatos kérdésetek vagy észrevételetek van, akkor ott is megtaláltok. Nekem és Mitsukinak is nyugodtan szegezzetek kérdéseket, vagy bármi észrevételt, mind a ketten el tudjuk olvasni és válaszolni is tudunk rá, úgyhogy nekem ennyi lett volna, nem tudom, hogy neked van még valami. Jó, akkor ennyi lett volna. Továbbra is tervben van ugye ez a hát végülis most csináltunk egy ilyen vlogot, szóval akkor így az első megvan, de majd előfordulni, akkor lesz másféle is, de alapvetően nem ez a cél, tehát itt inkább a játék felvétele, úgyhogy nem tudjuk, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy ez a videó akkor ennyi lett volna, reméljük, hogy érkeznek majd be képek, örülnénk neki, hiszen nem véletlenül hirdetjük meg, tehát szeretnénk, hogyha szép lenne akkor a Facebook oldal ezzel a két képpel is, a YouTube oldal is, vagyis egy csatorna. Akkor mi elbúcsúzunk, én Huvian voltam. Én pedig Mitsuki. Sziasztok!